Szilveszter éjszakáján sokan tűzijátékkal búcsúznak az új évtől és köszöntik az újat. Az égi háború az embereknek szórakozása, a környezetünkben élő háziállatoknak igen megterhelő lehet. Sok kutya és macska annyira megijed az erős fénytől és hangoktól, hogy elmenekülnek otthonukból. A felelős állattartók tehetnek ez ellen. A szakemberek azt javasolják, aki tisztában van azzal, hogy kedvence fél szilveszterkor, zárja olyan helyre, ahonnan nem tud elszökni. A lakásban tartott kutyákat célszerű 6 óra előtt sétáltatni, hiszen akkor még nem indulnak be a pirotechnikai eszközök. Akkor is pórázon vagy biztonsági hámon kell sétáltatni őket, nehogy megijedjenek és elfussanak. Mindezek mellett nem árt, ha a csip mellett névvel, lakcímmel és telefonszámmal ellátott bilétát tesznek a gazdik a kutyák nyakörvére, hiszen ha mégis elszökne az állat, ez segít a hazakerülésében. A szilveszter az emberek számára vidám mulatozást és új év búcsúztatást jelenti, addig a kedvenceink számára ez többnyire rémálom. Hiszen a tűzijáték, a petárda, a vele járó óriási hanghatás és fényhatás megrémiszti a kis kedvenceinket, úgyhogy mindig arra kérjük a gazdikat, hogy bizonyos óvintézkedéseket már előre végezzenek el, hajtsanak végre, hogy a kutyáik számára, a cicáik számára ne legyen rémálom ez az éjszaka. A szakemberek azt javasolják, ha olyan kutyával vagy macskával él együtt valaki, akiről tudja, hogy nagyon fél, célszerű az állatorvossal enyhe nyugtatót vagy homeopátiás szert feliratni, hogy a kis kedvenc könnyebben átvészelje a szilveszter. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai szilveszterkor is mentőautóval segítenek a bajba jutott állatokon. Az esetkocsi január 1-én is járja az utakat, hiszen ekkor van a legtöbb kóborállat az utcákon. Ha ilyet látnak, befogadják, majd a szervezet telephelyén ellenőrzik a csípet, és értesítik az elkóborolt állatgazdáját.